Többek között ilyen robotkutyusokkal is találkozhattak a vendégek az első alkalommal életre hívott légiipari szakmai napok nyitó eseményén, amelynek a Burgundy repülőtér adott otthont. A Magyar Légiipari Klaszter szervezésében a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet és az Albatrosz Repülőegyesület támogatásával megvalósuló programsorozat során több mint 600 fiatal látogat el az eseményre és nyer bepillantást a légiipar rejtelmeibe. Mészáros Attila alpolgármester köszönetét fejezte ki az Albatrosz Repülőegyesületnek, hogy mindent megtesznek azért, hogy az utánpótlás nevelés jól menjen. Idén is rengeteg nyári tábort szerveznek, évközben is nagyon sok iskolás csoportot fogadnak, úgyhogy reméljük, hogy ennek a munkának meg lesz az eredménye. És hát ha itt körbenézünk, akkor a múltat, a jelentés, a jövőt is látjuk, hiszen nyilván látjuk a 40-50-60 éves használaton kívüli gépeket. Itt van a jelen, a kis repülőgépekkel, és hát nyilván a drón és a VR-on keresztül pedig a jövő. A Magyar Légiipari Klaszter fogja össze a magyar légiipart. A légiipari szakmai napok legfőbb célja, hogy bemutassák, mire képes már most a magyar légiipar, illetve elősegítség a potenciális érdeklődők találkozóját. Szeretnénk, ha diákok körbenéznének, megismernék ezt a szakmát, mind a két részét, a légiipari részt is, és a légi közlekedést, és minél többen kapcsolódnának be. Jól tudjuk, hogy például a honvédségnek egy nagyon kemény feladata, hogy megfelelő mennyiségű olyan pilóta legyen, aki a helikoptereket is és a merevszállógépeket is tudják vezetni. Hát ez a jó nulladik lépés, hogy például ezzel is megismerkedjünk. A légiipari szakmai napokon a diákok a bemutatókon túl megismerhették a légiiparhoz köthető hivatásokat is, így számos szakmai előadást hallhattak többek között arról, hogy mit kell tudni a légiirányításról, hogyan kell megtervezni egy repülőt, vagy hogyan gyártják az alkatrészeket.